Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves ökumenikus gyülekezetet itt Györkönyben. Örülök annak, hogy több településről is lehetünk együtt. Ugyanakkor meg sajnálatomat fejezem ki, hogy nálunk Pakson is most van az ökumenikus imahét, így aztán én csak kétszer tudok itt lenni, de lélekben itt vagyok, és gondolok a testvérekre sok szeretettel. És arra is gondolok, hogy ezek az ökumenikus imahetek segítenek abban, hogy egymással és Krisztussal szorosabb kapcsolatot építhessünk és ápolhassunk. Ennek folyamányaképpen most énekeljük el a 41-es számú éneket az éneklapunkról. 41-es számú éneket énekeljük el. Első Zsoltár, az igazak és a bűnösök sorsa. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk, mennyei atyánk, köszönjük, hogy gondod van ránk. Köszönjük, hogy törődsz velünk, és meg akarsz óvni minden rossztól, minden olyan dologtól, ami elszakít és elválaszt tőled. Köszönjük, hogy boldogok lehetünk, hogy közeledbe engedsz, hogy megmutatod számunkra fenségedet, dicsőségedet és nagyságodat. Köszönjük az igét, amelyen keresztül szólsz hozzánk. Köszönjük az ige hirdetést, amely világossá,
egyértelművé teszi számunkra az igét. És köszönjük szent lelkedet, amely meggyőz minket bűn, igazság és ítélet vonatkozásában. És nagyon köszönjük a testvéri közösséget is, akiknek a támogatásában és bátorításában részesülhetünk, hogy kitartsunk a te utadon, hogy ha jönnek a megpróbáltatások, a nehézségek és az akadályok, hogy akkor is veled járjunk és rád figyeljünk. Urunk, adj nyitott szívet nekünk ma is. Amen. Gyülekezet fennállva hallgassa Isten igéjét, amelyet Máté írása szerint való evangéliumból olvasok, a 4. fejezet első 11 versét. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt: megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a Szentvárosba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá: ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki: viszont megvan írva, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki: mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus: távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Foglaljon helyet a gyülekezet, és sok szeretettel kérem a Sárszentlőrinci cigány bibliaórás testvérek ének szolgálatát. Távozni jöttem veled, Istenem, te jól ismersz engem, s én kitárom a szívem. Itt vagyok, Istenem, vizsgálj meg engem. Itt vagyok, Istenem, leteszem életem. Itt vagyok, Istenem, hogy halljam a hangodat. Itt vagyok, Istenem, hogy tegyem akarat. Megismerni téged, Istenem, szent lelkedben járni, és élni szüntelen. Itt vagyok, Istenem, vizsgálj meg engem. Itt vagyok, Istenem, leteszem életem. Itt vagyok, Istenem, hogy halljam a hangodat. Itt vagyok, Istenem, hogy tegyem akaratodat. Találkozni jöttem veled, Istenem. A gyülekezet álljon fel, és mondjuk el a niceai hitvallást. Hiszek az egy Istenben, a mindenható Atyában, aki teremtője mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak. Hiszek az egy Úr Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, minden idő előtt, Isten az Istentől,
Világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, nem teremtetett, egylényegű az Atyával, és általa lett minden, aki értünk, emberekért és üdvösségünkért leszállt a mennyből, testet öltött a Szentlélektől Szűz Máriában, és emberré lett. Értünk keresztre is feszítetett Poncius Pilátus alatt, kínhalált szenvedett és eltemettetett, harmadnapon feltámadt az írások szerint, és felment a mennybe, az Atya jobbján ül, és ismét eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és uralkodásának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, az Úrban és megelevenítőben, aki az Atyától és a Fiútól jön, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk, aki proféták által szólt. Hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a halottak feltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek, és énekeljük el a főénekünket, a hét főénekét, a hármas számú éneket. Az Isten bárányára leteszem bűnöm én. Hármas számú éneket énekeljük. Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, testvéreim, azt a levélbeli igeszakaszt, amit megírva találunk Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelének 12. fejezetében, a 7-től a 14. versig a következőképpen. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért, arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie. Ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Amen. Kedves testvéreim, ennek a mai estének az a fő témája, hogy az Úr gonosz feletti győzelme átformál. Hallottunk arról a legelső estén, vagy napon, még azokban a gyülekezetekben, ahol vasárnap megtartották az első alkalmat, hogy a szolgáló Krisztus átformál. És ez a nap elénk adta azt a gondolatot, hogy ahogy Krisztus alázatos volt, és azért jött, hogy szolgáljon, úgy minket is szolgálatra vezet, segít és indít. És hallottunk az első közös esténken arról, hogy az Úrra való csendes várakozás átformál. Majd tegnap a fő téma ez volt, a szenvedő szolga átformál. És a mostani fő témánk, ahogy mondtam, az Úr gonosz feletti győzelme átformál. Hallottuk a megkísértés történetében, amit felolvasott Teodor testvér, hogy Jézus Krisztust, amikor megkísértette a pusztában az ördög, Jézus győzött. Jézus győzelme abban állt, hogy nem paktált le a gonosszal, nem nyitott ajtót neki, nem engedett a csábításnak, hanem megvallotta azt, hogy ő Istenhez tartozik, és Isten igéjére hivatkozva visszautasította a gonosz csábításait. Kijelentette, hogy ő az atyát akarja imádni, szolgálni és szeretni. Elküldte a harmadik kísértés után a gonoszt magától, ezt mondta, távozz tőlem, sátán. Ez azt jelenti görögül, hogy mögém. Tehát maga mögé utasította a gonoszt, azt is mondhatjuk, hogy az őt megillető helyre küldte. Ezután el is hagyta egy időre a gonosz Jézust, és angyalok szolgáltak neki. És itt áll ebben a mai igében, amit a rómabeliekhez írott levélből felolvastam, a felhívás, a gonoszt mi is győzzük le jóval. Itt van előttünk is a feladat, hogy győzelmet vegyünk a gonosz fölött. Mert a gonosz minket is kísért, minket is megkörnyékez, csábít, jelen van az életünkben, a mindennapjainkban. Az a célja, hogy bomlassza a közösségeinket, hogy szétzilálja az emberi összetartozást, hogy szakadékok és hasadékok támadjanak emberek között, hiszen a gonosznak az a görög neve, diabolos,
hogy a nagy szétdobáló. Tehát ebben mesterkedik, hogy elválasszon embereket egymástól. Az Isten minket közösségre teremtett egymással, közösségre ő vele és egymással. Az az Úristen célja, hogy összetartozzunk ő vele és egymással. És a mi ellenségünk éppen ennek az ellenkezőjén munkálkodik, azon, hogy elválasszon egymástól minket. Hogy akik valamikor összetartoztak, szerették egymást, azok is távol kerüljenek egymástól, és így hulljanak szét közösségek, családok, társadalmak, támadjon nemzet nemzet ellen, még csoda, hogy él ember a földön. Erre törekszik a mi ellenségünk, akiről azt is mondta Jézus, hogy embergyilkos, és azt is, hogy a hazugság atya. És a mai napunknak mi a fő témája? Az, hogy Jézus gonosz feletti győzelme átformál. Meg kell értenünk azt, hogy Jézus Krisztus teljesen elzárta magát a gonosztól. Láttuk ezt ebben a történetben is, hogy szenved 40 napig a pusztában, bőjtől éhezik, de akkor sem enged a gonosz csábításának. De nem csak a 40 napi pusztai vándorlás alatt zárja el magát a gonosz befolyásától, hanem további útján sem enged neki. A Gecsemáné kertben vért verejtékezve imádkozik, hogy Isten akarata valósuljon meg, és ő is azt tehesse, amit az Úr tőle vár, és amire őt elküldte. Egészen a haláláig, a keresztfán elszenvedett haláláig kitart az Isten iránti engedelmességben, és Isten akarata cselekvésében, és a jó cselekvésében, hiszen még a kereszten függve is megbocsát azoknak, bocsánatot hirdet, vagy bocsánatért imádkozik azok számára, akik őt gyűlölték, csúfolták, és keresztre juttatták, és üdvösséget oszt a mellette függő latornak. És ha mi Jézus Krisztushoz tartozunk, és nekünk fontos az, hogy miért küzdött Jézus, és mi volt Jézus számára fontos, akkor nem szabad ajtót nyitnunk a gonosznak. Mert ha mi haragszunk, ha mi nem tudunk megbékélni egymással, ha mi nem tudunk megbocsátani egymásnak, ha nem vagyunk hajlandók bocsánatot kérni, vagy nem vagyunk hajlandó elfogadni a másik bocsánat kérését, ha megkeményítjük a szívünket, hogyha közönössé válunk egymással szemben, ha csak magunkkal törődünk, és a másik már nem fontos nekünk, akkor a gonosznak nyitunk ajtót az életünkben. És akkor a gonosz teret kap a mi életünkben, mások életében, rombol minket és rombol másokat, tönkreteszi a mi életünket, közösségeink életét. Tekintsünk Jézusra, és vegyük észre azt, hogy milyen kínszenvedések árán is hűséges volt az atyához, és ahhoz a küldetéshez, amit ő kapott, és semmiféle közösséget nem vállalt a gonosszal. És ez a győzelme adjon nekünk erőt ahhoz, hogy mi is bezárjuk a szívünk és az életünk ajtaját a gonosz előtt. És ne engedjük azt, hogy éppen azért, mert mi sértődékenyek vagyunk, vagy könnyen megórrolunk egymásra, vagy úgy érezzük, hogy minket úgy megbántott valaki, hogy azt soha az életben nem lehet megbocsátani. Hogy ilyen önérzetességek és sértettség, érzet és kemény szívűség vagy önfejűség miatt helyet találjon a gonosz az életünkben, és rombolja
általunk is, körülöttünk is a világot. Ne engedjük ezt, és ne legyünk ebben partnerek a gonosznak. Ismerjük fel, hogy ezeken a kis ajtókon keresztül, ami olyan kicsinek tűnik, hogy hát megsértődtem, nekem is szabad megsértődni. Vagy mondtam neki valamit, miért én is mondhatok valamit. Vagy el vagyok én nélküle, nincs nekem szükségem a másikra. És így építi ilyen kicsiny lépéseken keresztül a gonosz köztünk és bennünk a maga birodalmát. És véghez viszi, amire ő vágyik, a rombolást és a pusztítást. És ebben mi eszközök vagyunk, hogyha nem tudunk megbékülni, megbocsátani, és nem a közösség építése és a békesség teremtés a célunk. Azt olvassuk ugyanebben a levélben egy kicsit előbb, hogy azt mondja az apostol, hogy iszonyodjatok a gonosztól. És zárjuk ezt a szívünkbe ma az apostol felhívását, hogy valóban iszonyodjunk a gonosznak ettől a munkájától, amit a mi sértődéseink és békétlenségünk által visz véghez. Iszonyodjunk attól, hogy így romboljon minket és romboljon általunk. És ugyanennek a fejezetnek az elején azt olvassuk, hogy azt mondja Pál apostol, szánjátok oda a ti testeteket, Istennek tetsző, okos Isten tiszteletre. Meg kell néznem pontosan, hogy hogy van, mert nem tudom idézni. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Tehát azt kéri az apostol, hogy szánjuk oda testünket okos Isten tiszteletre, hogy úgy tiszteljük az Istent, azzal tiszteljük az Istent, ami az értelmünk szerint is, az ő tetszése szerinti. És ezért fontos az, hogy most is az értelmünkkel is gondoljuk végig azt, hogy miért küzdött Jézus, azért küzdött, hogy a gonosszal semmiféle szövetségre ne lépjen, mi értünk, hogy így mentsen meg minket a gonosz hatalmából, és akkor ezt határozzuk el, hogy mi se leszünk a gonosznak se szövetségesei, se munkatársai, se áldozatai, se eszközei, hanem oda szánjuk magunkat az Isten országa építésére, a Krisztussal való szövetségre, arra, amiről azt gondoljuk, hogy az Isten akarata és tetszése szerinti. És mi az, ami az Isten tetszése szerinti? Erről is beszél itt az apostol, amit felolvastam. Ne fizessetek rosszért rosszal. Törekedjetek minden emberrel, amennyiben lehetséges békességre. Sőt, azt írja, ha éhezik az ellenséged, adj ennie, ha szűkölködik, szomjazik, adj innia. A gonoszt jóval győzd meg. Tehát arra hív fel az apostol, hogy jót cselekedjünk, a jóra törekedjünk, a szeretet tetteire, a békességre, és akkor építjük az Isten országát. Maga Jézus Krisztus is azt mondta, hogy boldogok, akik békességet teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Tehát a fiainak tart és nevez minket, hogyha a békességet munkáljuk. És a békességet úgy munkálhatjuk, hogyha nem rójuk fel a rosszat, hogyha átnézünk azon, amivel valaki megbántott, megbocsátunk, és a rosszat jóval viszonozzuk. Tudjuk-e, akarjuk-e ezt tenni? Neki indulunk-e minden napnak úgy, hogy a szeretet tetteit cselekszem? Hogy a közösséget
igyekszem építeni, hogy a másikat, ha nem többel, de egy jó szóval, egy kedves, biztató szóval megajándékozom, hogy számba veszem azt, hogy kivel tudnék valami jót tenni ezen a napon, kinek tudnék valamivel örömet szerezni, vagy megajándékozni, vagy a segítségemet fölajánlani neki. És higgyük el, hogy ezek a kicsinnek tűnő lépések hatalmas piramisokat építenek. Szent Ferenc énekében énekeljük, hogy kőre követ nap mint nap, műved így gyarapszik. Tehát ezek a tettek, cselekedetek, mint egy építőkő, az Isten országát építik, és az Isten birodalmát erősítik, és a gonosznak visszaszorul a hatótere és a munkálkodási közege. Ne adjuk át magunkat a gonosznak, ne nyissunk ajtót neki, ahogy mondtam, önérzeteskedés, sértődés, békétlenség, megbocsátani nem akarás által. Törekedjünk a békességre, és építsük a közösséget. Erre hív minket a mi Istenünk. Az Úr Jézus Krisztus hosszú tűrő volt a tanítványaival. Senkit nem küldött el maga mellől, senkinek nem mondta azt, hogy elegem van belőled, fölmondok neked, próbálkozzál máshol, nem bírom már a közelségedet. Hordozta a tanítványokat mindaddig, amíg itt volt ezen a földön. Nagy lelkű volt, gazdagon osztotta ajándékait, lelke ajándékait, bőkezű volt gyógyításban, segítségnyújtásban, nem volt személyválogató, és erre a szeretetre, erre az irányultságra hív minket a mi Istenünk, hogy mi is ezzel a bőkezű, gazdagon osztani akaró lélekkel, lelkülettel éljünk, mozogjunk, forgolódjunk az emberek között, és így építsük az Isten szeretetét, tovább adva az ő országát. Azt hallottuk az énekben, amit a sárszentlőrinci testvérek énekeltek, hogy találkozni jöttem veled, Istenem, és elhangzott a refrénben újra és újra, vizsgálj meg engem, leteszem kezedbe életem. Mi is kérhetjük, hogy vizsgáljon meg minket. Vizsgálja meg a szívünket, mert mi olyan vakok vagyunk sokszor, hogy mi a tetteinkkel, a makacságainkkal, az önfejűségünkkel kinek a szolgálatában állunk. Nem a gonosz szolgálatában állunk-e? Mi az az életünkben, amivel nem a mi Istenünket és az ő ügyét szolgáljuk, hanem még tudattalanul is a gonoszt szolgáljuk és az ő birodalmát erősítsük. Kérjük, hogy világosítsa ezt meg mi bennünk, és segítsen megszabadulni éppen Krisztus gonosz feletti győzelme erejével és okán. Segítsen megszabadulni attól, segítsen ellent mondani annak, amivel a gonosz uralmának erősítői vagyunk. Tisztítsa meg a mi szívünket, a mi Urunk az ő szent lelke erejével, hogy tudjuk újra és újra szívünk mélyéből odaszánni magunkat az ő szolgálatára, ami azt jelenti a vele való közösségre és embertársaink szolgálatára, az embertársi kapcsolatok építésére, erősítésére. Áldja meg a mi Urunk szándékainkat. Azt énekeljük egyik énekünkben, hogy ha csak egy kis sóhaj vagy fohász is
van mi bennünk, akkor azzal kössön szövetséget már a mi Urunk, és teljesítse ki azt a kérést. Hogyha csak egy kis fohász is van a szívünk mélyén, hogy bárcsak lennénk teljesebben a mi Urunk szolgái, és tudnánk elzárni magunkat a gonosz hatalmától, akkor vigye végbe a mi Urunk, hogy valósuljon ez meg, hogy épüljön a közösség itt Győrkönyvben, Nagydorogon, Sárszentlőrincen, gyülekezeteinkben, épüljön a közösség a helyi gyülekezetekben, és épüljön a közösség a gyülekezetek, a felekezetek között. Ez dicsőíti a mi Urunkat. Ezen keresztül ábrázolódik ki a Krisztus arca és a Krisztus győzelme. Miben másban tud megmutatkozni a Krisztus győzelme, mint abban, hogy önmagunk fölött is hatalmunk van, és nem adjuk át magunkat a gonosz szolgálatára, békétlenséggel, sértődéssel, egymás bántásával, széthúzással, közönnyel. Ébressze fel bennünk, ami Urunk, a vágyat, hogy az ő szolgálatára adjuk oda magunkat, neve dicsőségére, embertársaink javára, minnyájunk örömére. Amen. Kedves testvérek, ugyanúgy, mint minden este, ma is imádkozni csendesedünk el. Egyrészt lehetőségünk lesz arra, hogy valamennyien imádkozzunk, ezt csendes imádságban tudjuk megtenni, és lehetőség lesz arra is, hogy hangos imádságban is elmondjuk háladásunkat, kérésünket, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, nap mint nap kell harcolni önmagunkkal, hiszen belőlünk csak az fakad, hogy a rosszat hogyan tudnánk rosszal vagy még rosszabban legyőzni. De köszönjük igédnek tiszta, világos szavát, amely óv minden haragtól, gyűlölködéstől, bosszúállástól, óv attól, hogy magunkat és másokat tönkre tegyünk, óv attól, hogy megkeseredjünk, óv attól, hogy lemondjunk másokról, hogy másokat szeressünk, másokat gyámolítsunk, másoknak megbocsássunk, és másokat felemeljünk. Urunk, köszönjük az erőt, amit adsz ahhoz, hogy ne kényszerből, hanem tiszta szívből szerethessük egymást. Úgy, ahogy megbocsátottál nekünk, úgy, ahogy szerettél minket, és szeretsz mind a mai napig. Add meg, Urunk, hogy ezt az üzenetet hadd tudjuk szívünkben elvinni magunkkal, és tudjunk ezen gondolkodni, és eszerint élni is. Amen. Most pedig mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Sok szeretettel kérném a sárszentlőrinci testvérek szolgálatát. Rejtsd most el a szájad alá, erős kézzel takarj be engem, tenger tombozók süvít a szél, te emelsz fel a vihar, hullámok apjai, szívemben fél benned remény. Csak Istennel
dombozók süvít a szél. Te leszel a virág fölé, uralkodsz hullámok hangjai, szívemben fél, benned remél. Te dombozók süvít a szél, fel a vihar fölé, uralkodsz hullámok habjai, szívemben fél, benned remél, szívemben fél, benned remél. Köszönjük szépen a szép énekeket! Köszönjük az ige hirdetés szolgálatát is. Hirdetem azt, hogy holnap Sebestyén Molnár Árpád nagydorogi római katolikus plébános testvér fogja az alkalmat vezetni, az ige hirdetés szolgálatát pedig Bocskarás Enikő, kajdacsi református lelkésznő fogja tartani. Holnapra is hívogathatunk, biztathatjuk egymást, hiszen hamar eltelik az ökumenikus imahét, és aztán majd egy évet kell várni arra, hogy ismét tarthassunk, de olyan sok dologgal gazdagodhatunk, és annyi lelki dolgot vihetünk magunkkal, amire majd valóban visszaemlékezhetünk, és táplálkozhatunk ezekből. Majd amikor elhagyjuk a templomot, illetőleg megyünk ki a templomból, akkor lehetőségünk van ugye az adakozásra is. Ebben az évben és ezen a héten az Evangélikus Missziói Központ támogatására fordítjuk majd az elhelyezett adományokat, és azt is tudják a testvérek, akik előző napokban is itt voltak, hogy a Híd című folyóirat is ott hátul elhelyezésre került. Ebből is lehet elvinni. Ez ingyenes példány, ugyan nincs annyi példány talán, mint ahányan itt vannak a testvérek, de ha valaki elvitte, elolvasta, és visszahozza, akkor más is elviheti, vagy ismerősnek továbbadjuk, akkor ezzel mindenképpen jó szolgálatot végzünk, és a folyóirat által is jobban megismerhetjük ennek a missziói központnak a munkáját. Most pedig kérem, hogy a gyülekezet álljon fel, vegye az áldást, ezt követően pedig majd az új lapról énekelünk a 45. ének utáni éneket, aminek nincs száma. Hajtsuk meg fejünket. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, maga pedig a békesség Ura adjon nektek békességet mindenkor, minden körülmények között. Az Úr legyen mindnyájatokkal mindörökké. Amen. Helyünket foglaljuk el, és tehát a második éneklapon, az új éneklapon a 45-ös ének utáni éneket, aminek nincsen száma, ezt énekeljük el.